Elfogadta a parlament azt a törvényt, amely megtiltja, hogy az energiaszolgáltatók áraikba beszámítsák a tranzakciós díjat, a jövedelemadót, illetve a közművezetékek után fizetendő adót. A Fidesz frakció a rezsicsökkentés megvédése érdekében rendkívüli parlamenti ülést is kezdeményez csütörtökre. Rogán Antal szerint ott szavaznak majd az energiahivatal megerősítéséről. Így a jövőben még a bíróságon sem lehet majd megtámadni a hivatal rendeleteit. Az ellenzék szerint kell a rezsicsökkentés, de Orbán Viktor demagóg, a jogállamiságot felrúgva, igazságtalan módon csökkenteni a magyar családok terheit. Nem ez az első, vagy nem ez az utolsó támadás, ami a rezsicsökkentést éri. A Fidesz frakció vezetője ma ott folytatta, ahol Orbán Viktor tegnap a parlamentben abba hagyta. Szükségem van minden magyar ember támogatására, hogy megmutassuk ezeknek a gátlástalan és telhetetlen vállalatoknak, hogy ez itt Magyarország. 264 igen, 5 nem és 13 tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot. És a parlament már ma törvényben meg is tiltotta, hogy az energiaszolgáltatók áraikba beszámítsák a tranzakciós díjat, a különadót, illetve a közművezetékek után fizetendő adót. Emellett már múlt hét pénteken beadta Németh Lászlóné fejlesztési miniszter azt a javaslatot, amely felruházza majd az energiahivatalt rendeletalkotási joggal. A különleges jogkör azt jelenti majd, hogy a rendeletek nem támadhatók meg bíróságon. Nem a magyar kormánnyal, nem is a Fidesszel állnak szemben az energiaszolgáltatók, hanem a magyar családokkal. Rogán Antal szerint, ha jogerős ítélet is születik az energiacégek által indított perben, akkor minden magyar családnak havonta 4400 forint plusz rezsit kellene visszamenőleg fizetnie januárra, februárra és márciusra. A Fidesz frakcióvezetője további belső és külső támadásokra is számít a rezsicsökkentés miatt, ezért a fideszes országgyűlési képviselők segítségével aláírásgyűjtési akciót indítanak. Saját választókörzeteikben is el fogják indítani az aláírásgyűjtést, és arra kérik majd a magyar családokat, hogy minél nagyobb számban támogassák a rezsicsökkentés ügyét. Az MSZP szerint 25-40%-kal lehetne csökkenteni a rezsiköltséget, ha az EON visszavásárlására fordított pénzt energiahatékonysági beruházásokra költenék. Az MSZP támogatja a rezsiköltségek csökkentését, de nem azon a demagóg, igazságtalan módon, ahogy ezt a Fidesz teszi. A Párbeszéd Magyarországért párt társelnöke szerint Orbán Viktor megtámadta a jogállamot, és az új törvénnyel évekre bebetonozza saját embereit az energiahivatal élére. Egy 2020-ig működő, a későbbi kormányok által utasíthatatlan, ellenőrizhetetlen, elszámoltathatatlan energetikai árnyékkormányzás, amelynek a vezetőjét a jelenlegi miniszterelnök a saját legszűkebb politikai környezetéből választhatja ki. A demokratikus koalíció is fenntartható rezsicsökkentést szeretne, amit energiahatékonysági programokkal, így panelfelújítással lehetne megvalósítani.